Pál Gergely megérkezett ide a szinkron stúdióból, ami azért két ajtóval arrébb van, csak nem kell ilyen nagy távolságot elképzelni. Szia, Gergely, Szervusz, Judit! Szeretettel köszöntöm a nézőket is! Hát a júliusi szünet után, úgymond szünet után újra tart audienciákat a Szent Atya. Igen, ez a mai, ez kifejezetten a világifjúsági találkozóhoz, illetve ifjúsági világtalálkozóhoz kapcsolódott, a, a, annak volt a reflexiója, de hát te is hallottad, Hát ezt megszokhattuk már igazából, hogyha egy nagy utazáson vesz részt a Szentatya, akkor azért a következő napok még arról szólnak neki is, hiszen ő is azért ugyanúgy valószínűleg a hatása alatt van, ahogy mi is. Így van. Én is úgy éreztem, hogy ez az ifjúsági találkozó, ez nem csak ott volt egy találkozás, hanem mintha az egész földet úgy körbevette volna, és volt ennek valami, illetve van ennek valami olyan misztikus, spirituális ölelése, amiben szerintem mindnyájunk benne érezheti magát. Hát azért, hogyha másfél millió fiatal ott volt a világ minden tájáról, azért biztos mindenki ismer valakit, aki ott volt. És már ezzel is egy kicsit közel kerül hozzánk, nem? Ilyen fokon is, de, de én például személyesen is megtapasztaltam olyan kegyelmeket, amikre egyáltalán nem számítottam, sőt, egyáltalán nem is voltam rá méltó. Tehát pont a fatimai imához kapcsolódóan, pont ezen a szombati napon, hát egyszerűen olyan csodálatos béke, megnyugvás és olyan tapasztalat, ott kaptam a szűzanyával kapcsolatban, ami teljesen új horizontokat nyitott számomra. És nem akarok személyes dolgokról beszélni, de ennyit azért el kell mondanom, hogy nem gondoltam, mert ugye csak napról napra tettem a dolgomat, vittem a szolgálatomat, nem is biztos, hogy a legjobban, nem is biztos, hogy a legszorgalmasabban, és Mindennek ellenére egyszerűen belekerültem az én személyes sorsomba is egy olyan helyzetbe, ami kifejezetten a szűzanyához kapcsol, és most már egyre szorosabban, és ezen úgy elcsodálkoztam, mert nem számítottam rá, és, és nagyon hálás vagyok érte. És hát azért volt egy segítséged is most ezen a héten, hiszen a Szent atya nem olaszul beszélt végig. Igen, igen, Judit... Fóris Judit. Judit, aki, aki, tolmács és spanyol tanár, vele voltunk végig, hát a nézők hallották, akik követték a közvetítést. És, és hát nagyon jó volt hallani egyébként, hogy együtt imádkoztatok bent is, akár ezt a Fatimát, ha már szóba hoztad, igen. együtt imádkoztátok a rózsafűzért, és ez így nagyon szép volt együtt, hogy Ketten együtt voltatok a közvetítés alatt is, így az imában. Igen, ez segítség volt egymás számára is, mert volt egy kifejezés, amit ő előtte kimondott, én kerestem, vagy fordítva volt, hogy ó, tényleg az, az nem forrás, hanem kút. Ez hanyadik világ találkozó, én már tudtam, hogy a 37. tehát így a, a stúdió rejtekében azért mi folyamatosan értekeztünk bizonyos kérdésekről, és aztán ahogy tudtuk, mondtuk magyarul azt, amit mi hallunk spanyolul vagy más nyelveken, és amiből föl voltunk készülve, és amiből nem. Mert természetesen ez most is úgy történt, hogy akkor tudjuk igazán szépen tolmácsolni a Szentetját, hogyha ő tartja magát ahhoz a szöveghez, amit mi előtte egy órával megkapunk, és amiből fölkészülhetünk, vagy van, mikor sokkal kevesebb idővel előtte, csak egy húsz perccel. Én egyébként nem ezt láttam. Én azt láttam Juditon, hogy amikor a Szentety elkezdett rögtönözni, akkor ő egyből, mivel hogy ő amúgy is szinkron tolmácskodik, hogy mintha néha igen, sokkal igen. könnyebben ment volna -e neki az élő szóból átadni, és ami igen. a papíron le volt. Ez így írva. van, csak aztán ezt, ezt már mi nem áruljuk el, hogy mennyi minden maradt ki még abból, amit az ember elmond. Mert még technikailag is lehetetlen, hogy az ember lefordít egy mondatot, és a következőt azt pontosan hallja. Tehát az olyan tolmácsolás, az, az persze lehet, hogy, hogy, hogy van, akinél igen, de, de tudom, hogy ő is mondta, hogy hát azért ez nem volt, ez olyan 85% volt, én is biztattam, hogy nagyon jó volt, ahogy csinálta, de, de ez szinte lehetetlen feladat, mert minden mondatot, hogyha az ember. Közben magyarul mondja, és már a következő spanyolul, vagy valamilyen nyelven szól, egyszerűen nem lehet lefordítani. És ennél a szent, hogy is kihagyott valamit. Például emlékszem, itt mondtátok szombat délelőtt, hogy a Fatimában volt egy betervezett imádság, amit Igen, a Szentja nem, nem mondta el. Mondta el nem mondta de a sajtótájékoztatón erről szó is esett. Igen, én a sajtótájékoztató anyagát egyébként megkaptam, és már tegnap fölmondtam a hangot, úgyhogy kérem a kollégákat, hogy segítsetek nekem abban, hogy a kérdezők hangja is meglegyen, és akkor a nézők mielőbb hallhatják ezt magyarul, hogy ő mit mondott a sajtótájékoztatón a repülőgépen. Igen, azt mondta, hogy egy reflektor a szemébe világított, és azért tette félre azon a plébánián, ahol a okkúresz iskola, vagy milyen kezdeményezés résztvevőivel találkozott, de amúgy is azt mondta, hogy ő a kommunikációra figyel, és az a tudományosabb homiliáit természetesen követi. De mindig arra kíváncsi, hogy mi a rezgés, mi a visszacsatolás azokkal, akik őt hallgatják, itt a fiatalokat értette ez alatt, akik, akiket meg is kérdezgetett, és ilyenkor a papír az kevésbé számít, tehát ilyenkor a tolmácsoknak nehezebb dolgok van, és azt mondja, ami, amit ő érez, hogy, hogy mondania kell. Természetesen a témákat megtartva, és a lényeget kibontva, de lehet, hogy más szavakkal. Én nem is erre gondoltam, mert igen, ott félretette a papírt, hanem ami amikor a Fatimában volt, és volt neki egy imádság előkészítve. Azt teljesen elhagyta. Igen, és igen. azt teljesen elhagyta, mert azt nyilatkozta talán a repülőgépen, hogy ő azt inkább magában imádkozta el a szűzanya szobra előtt. Igen, igen, most uh -huh. is, igen, kérdezték ezt a sajtótájékoztatóról is, kérdezték ezt tőle, és azt mondta, hogy ezt, ezt nem nyilvánosan imádkozta el. Igen. Amiről Vivivel még nem beszéltünk, ugye említett ő itt két csodás dolgot is, ami történt Fatimában. Az a lehet, hogy te is hallottad, hogy egy 16 éves lány visszanyerte a látását. Igen. Egyébként 9 napon keresztül imádkozott is, és pont aznap volt az a árása ennek, amikor a Szentatyával együtt imádkozott, úgyhogy egy téren voltak ott Fatimában valamint ugye az ég elváltozása, de az is egy különleges dolog szerintem, hogy az eredeti Fatimai kegyszobrot elvitték a másfél millió ember elé Lisszabonba, és amellett mutatta be a szent, Szentatya a szentmisét, a záró szentmisét. Igen, igen, és azért azt is meg kell jegyeznünk, hogy még visszatérve akár a Fatimai rózsafűzére, hogy ahogy ott ültünk Judittal, és vártuk, hogy ki az, aki a következő tizedet majd mondja, Egyszerre csak, ugye, szinte érthetetlenül kezdte valaki, egy fogyatékkal élő testvérünk mondani a rózsafűzért. És éppen Juditom volt a sor, és talán nem is kezdte el, én kezdtem el, vagy már nem emlékszem, hogy hogy volt, de olyan meglepő volt, tehát, mintha magyarul valaki olyan nehezen artikulálva kezdene. Imádkozni. És ez akkora fantasztikus dolog. Tehát annyira, annyira nagyszerű eh, gesztus, annyira nagyszerű valósága az életnek, teljességében megragadva, hogy a fogyatékkal élők ugyanúgy a testvéreink, és ugyanúgy imádkoznak velünk és értünk, mint mi. És akkor nem beszélek arról, amikor azt láttuk, hogy a vizet, a minisztránsok, az zárómisén szintén fogyatékkal élő fiatalok voltak, látszott, és az az utolsó kislány, aki megölelte a Szentatyát, egy kis dan szindrómás fiatal, hát ennél nagyobb üzenet, és ez még azon is elgondolkoztatott engem, hogy lehet, hogy én úgymond testileg olyan kiválónak látszom, és nem vagyok fogyatékos, de mennyi olyan fogyatékom van, amit belül élek meg, lelki, mentális, bármilyen olyan fogyatékosságom, amik, amikből szintén én nekem kellene gyógyulnom, de ezt mondjuk annyira nem lehet észrevenni. A kapcsolataimban, a személyiségemben ez látszik, a szakértők jobban fölfedezik, de mi, akik úgymond épek vagyunk, ezt, nem veszük észre, vagy elutasítjuk, és akkor úgy próbálunk megtenni, mondjuk mozdulatokat, köröket, hogy azt hiszük, hogy ezek mind tökéletesek, és közben pedig másokat bántunk vele, leverünk dolgokat, most így lelki értelembe véve. Tehát nagyon erősen ez az egész világtalálkozó arra is felhívta a figyelmet, hogy nézzük meg azt, hogy mi is rászorulunk. Arra a kegyelemre, hogy meglássuk, hogy hol vannak a gyengéink, és azokat hogy tudjuk kérni, hogy azok erősödjenek és fejlődjenek, természetesen az Úristen, az Úr Jézus szolgálatában. Hát igen, hihetetlen volt egyébként megtapasztalni mindegyik mozzanatát ennek a találkozónak. Ez egyébként Budapesten is már szem előtt volt, hogy mennyire a Szent Atyának kiemelten fontos a rászorulóknak a megmutatása, az, hogy oda megy mindenkihez, lehajol az elesettekhez azokhoz, akik fogyatékkal élnek, és talán a társadalom is ezáltal egy kicsit elfogadóbb tud lenni. Bár ez Magyarországon néha, mint a különösen nehéz lenne. Hát nem tudom. Én, az én köreimben, az én barátaim között bizony vannak, van, aki két keresztgyermekem is fogyatékkal él, az egyikük ugye nagyot halló, nem, nem hall, ennek ellenére egy híres jeltáncművész, Napsugár Anna, a másik pedig egy kiváló operatőr, Balázs, Révész Balázs, aki sajnos szklerózis multiplexben szenved, és hát az állapot az ugye ebben az esetben nem javul, de de nyilván mindenkinek nem ismerős az, hogy milyen fogyatékos emberekkel találkozni, együtt lenni. Ugyanakkor... Mert talán nem ismernek előjönni annyian. De hát ott a paplászló arénában voltak több tucatnyian, és tényleg annyira megható volt látni, hogy a Szentatyának nagyon fontos volt, hogy mindenkihez oda menjen, mindenkihez odaforduljon, nehogy bárki is kimaradjon. Mi is elzárkózunk. Emlékszem, emlékszem hogy, hogy apám annak idején úgy fogalmazott, hogy hát ő nem szívesen, nem bírja nézni, hogyha más ember az, az, az beteg, vagy vagy fogyatékkal él. Tehát van bennünk egyfajta félelem, egy elzárkózás, hogy mi, minket ez, ez ne érintsen, még csak olyan szinten se, hogy részt kell ebben vennünk. Aztán én már teljesen másféle lelkülettel és hozzáállással magam is betegségeken túl értem ezt, vagy élem ezt. És hát az a feladatunk, amit a Szent, most is mondott, hogy ez egy nem egy vakációzás volt, ez nem egy utazás volt, csak Portugáliában vagy vagy egy, egy fesztivál, igen. egy buli, hanem küldetés, küldetésünk van az, hogy ezt vigyük tovább, és adjuk tovább a világ számára. És hát mi is szeretnénk majd minél több fiatalt, vagy régebben fiatalt is vendégül látni, aki ott volt, részese lehetett ennek, hogy ezt az üzenetet továbbadhassa akár itt a képernyőn keresztül is. Viszont mi nem állunk meg, mert hát a Szent sem áll meg, hiszen hamarosan újra utazásra készül. Jaj, tényleg. Én most, el, én most erre egy kicsit el is feledkeztem, hogy nem sokára Mongóliába fogjuk őt követni, és ott hát nem is tudom, hogy mennyi idő eltolódás lesz, de hogy ezt hogy fogjuk megcsinálni? Na majd mindegy, kit a Szerintem nem lesz nehéz dolgunk, mert ugye ott előrébb járnak, tehát mi jobb lenne, mint hogyha lemaradásba lenne, nem kell korán kelni. Tehát, Aha, hogy ilyen szempont volt talán. Én ezeket már többször összekevertem. Úgy, hogy nem tudom, ezt nem fogjuk rád bízni, hogy te a ki az időeltolódás, de majd mi igyekszünk. Szerintem egyébként olyan 5-6 órával járhatnak előttünk Mongóliában. Uh -huh. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy ott most van délután, úgyhogy teljesen kényelmes lesz. Lehet, hogy mondjuk a, a reggeli szentmiséket, a 10-11 órást, azt hajnali ötkor kell. Na hát ez az. De lehetséges, hogy azért azt akkor még se élőbe fogjuk adni a nézőinknek, hanem majd eredeti megy élőbe a hát most többi már mindjárt, mindjárt labzárta tizedikén, úgyhogy addig ki kell találni, hogy hogy lesz ez a mongóliai út. Hát igen. A hivatalos program egyébként megvan már erre? Már megvan, igen, uh -huh. igen mert most így nézem, szerintem már itt augusztus utolsó napjaiban utazik a Szent Atya, jól tudom. Igen, augusztus utolsó napján utazik. Igen, szerintem amikor ez összeállításra került, még nem volt meg a hivatalos program, úgyhogy majd szerintem hamarosan megjelenik a szeptemberi műsorúság, abban már lehet, hogy látni lehet ezt a módosítást is. És hát ezt Vivivel most nem került szóba, de ugye még az elmúlt napokban esett szó arról, hogy Franciaországba is készül a Szent Atya utazni. Igen, a sajtótájékoztatón is beszélt erről, hogy Márselybe szeretne ellátogatni, különösen azért is, mert a földközi térséghez kapcsolódva Mársely érintett a menekült válság szempontjából. Uh -huh. És aztán pedig már jön a színódus, vagy lesz még valami más utazás addig? Hát azt hiszem, hogy nem fog máshova menni, de nem tudom. Bár szerintem azért ez is elképesztő, tehát hogy még mindig itt hatása alatt vagyunk, hogy gyakorlatilag elmúlt... 86 éves, 87. Igen. évében van, mindjárt 90 éves lesz, és még ilyen hihetetlen energiával, bár azért látni másfél millió fiatalt nagy feltöltő erő Igen, lehet. Igen, ezt mondta, hogy ez sok, sok előkészületet és sok fáradtságot igényel, de ugyanakkor a portugál egyház is nagyon fog ebből töltekezni, és reméljük, hogy mi is. És az egész világegyház. Hát azért, hogyha több mint ezer magyar fiatal volt ott, az ő lelkesedésük reméljük, hogy az egyház is látszódni fog majd. Igen. Gergely, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünk rá, és akkor legközelebb veled vasárnap találkoznak, vagy a hangoddal a néző. A hangommal mindenképp így van. Hiszen vasárnap a Szent ismét Angelus imádkozik. Így van, az órangyala imádsághoz kapcsolódom tanít is minket egy picit. Így van, és jövő héten újra audiencia Rómából. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, akkor dolgozunk tovább.